Bármilyen furcsa is a legfontosabb kórkép ultrahangvizsgált szempontjából az autoimmun tiroiditis. Aki ugyanis ezt korrekten tudja diagnosztizálni, az mindent tud a pajzsmirigy ultrahang diagnosztikáról. Klasszikus esetben hipotirióta betegnél látjuk ezt a ehoszegény sejtképet. Kifejezettebb kötőszövetes proliferációt is észlelhetünk centrálisan egy nagyobb ehoszegény területtel. Ez mindjárt a dolog velejére utal, kérdés, hogy göb vagy sem. Ilyen többszörös ehoszegény szerkezeti eltérések mindenképpen a göb ellen és a tiroiditis mellett szólnak. Keringés nem jellegzetes. A bal oldalon hasonlóan látunk körülírt területeket, ez az ultrahang egészét értékelve egyértelműen Hashimotóra utal. Jobb lebeny mediális részén egy kis ehoszegényebb szerkezeti eltérés, az iszmuszban pedig egy mérsékelten ehoszegény mindenben göbnek imponáló terület. Ugyanakkor ebből több is van egymás mellett, ami kis gyanút kelt abban a vonatkozásban, hogy valójában göbről van-e szó. Ultrahang vezérelt szúrásnál mutat a tű végére a két zöld nyíl, és egy másik ultrahang vezérelt szúrásnál, amit majd a folyamatos felvételen is mutatok. Ebben a vetületben nagyjából épp ez a lebeny, de érdemes felhívni a figyelmet a kis, apró ehoszegény területekre, amelyek így önmagukban nem mutatnak jelentőséget, viszont a következő képpel együtt értékelve már átértékelik ezt, amit itt látunk. Minden további nélkül nevezhetnénk ezt göbös golyvának, ugyanakkor egymás mellett három göbszövő rész figyelhető meg, egy olyan pajzsmér, amelyik nem megnagyobbodott. A multinodulális golyvazestek döntő részében egyértelműen diffúze is nagyobb. Ez az egyik figyelemfelhívó jel, a másik a már említett több apró ehoszegény terület a jobb, illetve itt a bal lebeny esetében is. A bal lebeny hosszmetszetben többet is láthatunk ebből. Nyilvánvalóan ennél az ultrahangképnél nem lehet kimondani azt, hogy Hashimoto tiroiditisről lenne szó, de azt gondolom, hogy épp úgy nem lehet kimondani azt sem, hogy göbös elváltozás lenne. A bizonytalanságunkat egy ultrahangleten jeleznünk kell. Az ultrahang vezérelt mintavétel a tű végét jól lehet látni, eldönti a kérdést, itt egy újabb ultrahang vezérelt mintavétel. Most a tű vége. A citológiai vizsgálat egyértelmű volt, limfoid alapállományban hűlte sejtes, elváltozott follikulus sejtek csoportja, itt egy több magvú óriás sejt látható. Nagyon jellegzetes a most következő kép, hűlte sejtes csoporton belül a zöld nyilak limfocitákat mutatnak. Ez így, hogy az epitélium és a limfoid elemek keverednek, Hashimotót igazol. Karotisz Doppler vizsgálat mellékleleteként észlelték, és neopláziára suspektnek írták le ezt a göbszövő részt. Fontos, hogy szabálytalan a széle, kissé elmosott a dorzális határa, de emellett a normál lebenyállományban több kisebb, hasonló szerkezetű ehoszegény terület látható a jobb, és itt a bal oldalon is. Ezek alapján gyanús, hogy a nagyobb elváltozás sem göb, hanem Hashimoto részjelensége lenne, de nyilván citológiai vizsgálattal tisztázom, de egy ilyen szerkezeti eltérésnél, hogy mi áll a háttérben. Jobb lebenyt mutatjuk, nem teljesen jó és demonstratív az ultrahang vezérelt szúrás, annál inkább a citológiai kép, heterogén limfoid alapállományban hűlte sejtesen átalakult follikulus sejtek csoportjai láthatók. Ez Hashimoto tiroiditis és nem göb. Hipotirióta betegről van szó, Hashimoto tiroiditisnek megfelelő kép a jobb lebenyben egy picike ehoszegény állomány kötőszövettel körülvéve. Zöld nyillal a pajzsmirigy előtti izombevetülés, pirossal pedig a pajzsmirigyben lévő ehoszegény gócok láthatók ezen a képen. Folyamatos felvétel, jobb lebeny, haránt metszett, több ehoszegény terület a ehonormál kötőszövetesen átalakult alapállományban. Bal lebenynél még sorvattabb az állomány, és itt lehet jól látni, hogy a pajzsmirigy előtt egy izombevetülés van, a keringés átlagos. Egy fontos példa arra, hogy az ultrahang nem csak a göbnél lehet segítségünkre. 3 hónapra a szülés után túlműködése volt ennek a nőnek, az ultrahangképpen az alapszerkezet szabályos, kisebb, elmosódottabb ehoszegény területek láthatók, ami viszont ennél fontosabb, hogy keringése kifejezetten csökkentnek tekinthető. Egy aktív, túltermeléses eredetű túlműködésnél szinte mindig kifejezetten fokozott keringést látunk az első alkalommal.
Itt az útrangkép jóformán eldöntötte, ha kétségünk volt a citológia kép végképp egyértelmű, heterogén limfoid alapállományban hűlte sejtek csoportjai láthatók, ez egyértelműen Hashimoto tiroiditis, és gyakorlatilag kizárható, hogy Basedow-Cori lenne a betegnek. Tanúságos Hashimoto tiroiditisnek bizonyult eset. Jobb lebeny dorzális részén egy ehhozszegény inhomogén képlet, bal lebeny itt egészében ehhozszegénynek mutatkozik, a hosszmetszeten világos, hogy ez egy göbszerű rész, ami a felső pólusban található. Az útrangvezérelt szúrásnál a nyíl helyére mutat, a tű a koroitushoz igen közeli helyen. A folyamatos felvételen jobb lebeny harántmetszet, ehhozszegény göbszerű rész a dorzális részen, emellett több apróbb ehhozszegény terület másutt is megfigyelhető. Ez a kép lehet göb és lehet Hashimoto-ra utaló kép is. Keringés nem jellegzetes. Bal lebenyben lévő göbszövő rész esetén felső pórusban látható, alatta kisebb ehhozszegény terület. A göbön belül vagy a göbszövő részemből fokozott a keringés. Az útrangkép alapján valószínűnek tűnt, hogy ténylegesen göbről van szó és nem Hashimoto tiroiditisről. Ez a mintázat fokozott keringéssel mindenképpen citológiai vizsgálatot igényel. Az útrangvezérelt szúrást fogom mutatni, ugye a karotiszhoz közeli részén a göbnek fog felvillanni a tű most. A citológiai vizsgálat hűltesejtek jelenlétét mutatta, gyakorlatilag kizárólagosan hűltesejtes tumor gyanú diagnózissal küldtem műtétre a beteget, a szövettani vizsgálat során viszont Hashimoto tiroiditis igazolódott göbmentes pajzsnyiben. Érdemes ennek fényében még egyszer végignézni a videót. Egy igen jellegzetes útrangkép, ami ráadásul egy kicsit a kórirattanára is utal a Hashimotónak. Mikronoduláris struktúrát látunk, azaz a pajzsmigy egyes lebénykéi kifejezettebbé válnak. A közöttük lévő kötőszöveti sövény proliferál, megvastagszik, és láthatóvá válik az, ami egyébként normál esetben nem. A kötőszöveti sövényeknek megfelelően keringés látható. A bal lebenyben nem pregnáns az elváltozás, de itt talán jobban megfigyelhető egy olyan 20%-ban ehhozszegény terület is. A bal lebenyben is egyébként lehet látni a göbszövő részek felett alatt ilyen ehhozszegény struktúrát. Több göbbös golyó esetén a pajzsny egészen nagyobb lenne, ez egy nagyon jellegzetesen Hashimotóra utaló mintázat. Gócos formájú Hashimoto esetét mutatom be. Jobb lebeny haránt átmérőben ehonormál alapállományban több ehhozszegény szerkezeti eltérés, itt egy nagyobb az iszmikus részen. A bal lebeny, illetve a hosszmetszetben ugyanezt figyelhetjük meg. Itt lehet látni az isztmikus részen lévő kb. Másfél cm-es ehhozszegény körüli területet, de több hasonló van a pajzsmigyben, ez mindenképpen gyanús arra, hogy nem göb, hanem Hashimoto, ami előttünk áll. A lebenynek kb. A 10%-át teszik ki az ehhozszegény szerkezeti eltérések. Önmagában az útrangkép alapján nyilván nem lehet eldönteni, de semmiképpen sem tanácsolom, minden esetben a göb kifejezést használjuk. Ehhozszegény terület szerkezeti eltérés, lézió, sokféle lehetőségünk van, hogy kifejezzük azt, hogy van szerkezeti eltérés, de nem vagyunk abban biztosak, hogy ez göbös elváltozás. Itt az útrangvezérelt szúrásnál lehet jól látni a tű végét, majd pedig a folyamatos felvételen itt a keringés mutatkozik, majd pedig jön az útrangvezérelt szúrás. Az isztmikus részen lévő nagyobb, kicsit szabálytalan alakú ehhozszegény szerkezeti eltérésből itt. A citológiai vizsgálat eldöntötte, heterogén limfoid alapállományban hűlte sejtes csoportokat lehet látni, nagyobb nagyítással ugyanez. Tehát a citológia eldöntötte, hogy tiroiditisről volt szó. Hashimoto tiroiditis esetét mutatom be. Jobb lebeny, haránt átmérő, atrófiás, részben kötőszövetesen átalakult lebeny mutatkozik. Világos még az ehhozszegénysége. Bal lebeny haránt metszet és bal lebeny hosszmetszet. Jól látható a kifejezett kötőszöveti proliferáció és a lebenynek a sorvat volta. Folyamatos felvétel jobb lebennyel indul,
szintén arra hívom fel a figyelmet, hogy milyen kifejezett a fehéres kötőszövetnek a túltengése a sorvat lebenyeken belül. Citrógé vizsgálat, limfocitás alapállományban hűtle sejtes csoport, itt pedig mindez nagyobb nagyítással, jellegzetes, és nem szabad, hogy a citrógust megtévessz, hogy igen nagy atípusos sejteket is láthatunk Hashimoto-ban, mint itt is. Hashimoto tiroiditis egy igen jellegzetes mintáját mutatom. Jobb lebeny dorzális részén egy mérsékelten eoszegény, eogazdag gócokat tartalmazó göbszerű rész, de emellett számos nagyobb és a lebeny állományán belül apróbb eoszegény gócok figyelhetők meg. Másik vetületben ugyanezt lehet látni. Nagyon fontos gondolni ilyen esetben a kézenfekvő göb mellett a Hashimoto lehetőségére. Az útranképp egészét figyelve azt gondolom, hogy valószínűbb volt pusztán az útranképp alapján is, hogy itt tiroiditisről lesz szó, és nem többök göbös golyváról, ugyanis a pajzsmirigy egészen nem volt nagyobb. A tű végére mutat a nyíl az útrang vezérelt szúrásnál. Folyamatos felvétel, jobb lebeny, haránt vetület, dorzális részén a mérsékelten eoszegény, eogazdag gócokat tartalmazó göbszerű résszel, ami a gyanút kelti, hogy valójában nem göbről lenne szó, az, hogy a ventrális részen, illetve a pajzsmirigy egészében számos helyen több hasonló szerkezetű, a lebenyek egészét tekintve kb. 30%-nyi eoszegény terület figyelhető meg egy nem nagy pajzsmirigyben, tehát ez ellene szól multinodulális golyvának, illetve több apró eoszegény területet is látunk. A keringés nem jellegzetes, inkább csökkent. Nagyon fontos, mondom, ezt a mintát megjegyezni. Egy nem demonstratív útnak vezérelt szúrás, csak a szúrcsatornát látjuk, a tű végét nem. És egy másik példa, a bal lebeny mediális isztmikus részén egy kis eoszegény területből veszünk mintát, itt jobban lehet majd látni a tű végét. Most az elváltozásban. Citrógé eldöntötte a kérdést, kisebb és nagyobb nagyítással heterogén linfoüdelemek között hűltesejtesen átalakult follikulus sejtek csoportjai láthatók. Ez egy laza onkociter struktúra, a perdöntőkép az utolsó, csupasz atípusos onkociták láthatók linfoid alapállományban. Hashimoto tiroiditis egyik igen jellegzetes mintázatát mutatja ez az eset. Lépes mészszerű eoszegény területekkel tarkított ehonormál lebenyt látunk ezen a felvételen. A hosszmetszet már egyértelműbb, itt egybefüggő eoszegény terület is látható a lebeny középső részén, tőle dorzálisan normál alapállományban több mérsékelten eoszegény. Bal lebenyben egy göbszerűnek imponáló rész, de ez is a Hashimoto rész jelensége. A keringés nem jellegzetes. Fontos ezt a mintázatot megjegyezni, mert gyakori fals göbdiagnózis oka az ilyen mintázatú Hashimoto. Jobb lebenyt mutatja most hosszmetszetben a videófelvétel. Eoszegény kisebb és nagyobb gócokkal tarkított ehonormál alapállományt látunk. A bal lebeny lehet esetleg megtévesztő, ez olyan göbszerűnek imponálhat, de nem teljesen szabályosak a határok. Azt gondolom, hogy kerül gyakorlattal pusztán az útranképp alapján ki lehet mondani, hogy Hashimotoról van szó. Kétség esetén a citrógén mintavétel segíthet. Heterogéni föld alapállományban hűltesejtes csoportokat mutat a gimzával festett kenet. Nagyobb nagyítással több megnagyobbodott magvú hűltesejtes sejtcsoport. Itt atipusos sejteket is látunk, egyáltalán nem ritka ilyen mértékű atipia sem Hashimoto esetében. Jobb lebeny eoszegény fibrotikus, nem teljesen szabályos az alakja, a bal lebeny ebben a metszetben, mintha három göbből állna. Keringés, jellegtelen. Jobb lebeny nem teljesen szabályos, a kötőszöveti sövények proliferáció miatt helyenként behúzódottabb állományt látunk, és ez teszi göbszerűvé helyenként ezt a látványt. Ugyanakkor ezek nem valódi göbök, itt nem nagyon lehet kétségünk, dorzálisan látunk egy körülírt, nagyobb eoszegény területet, így néz ki a Hashimoto. A bal lebenynél hasonló, itt mondom a kötőszövet az, ami behúzza az állományt. Útrangvezérelt szúrás helyére mutat a nyíl, nyilván ha kétségünk van, veszünk citrógén mintát a göbből, vagy illetve a göbszerű részből.
Az első szúrás az nem túl értékelhető, a második az demonstratívabb, ott a tű vége. Ha volt némi kétségünk, a citológ eloszlatta, hűltesejtes csoportok láthatók limfocitákkal keverten, ez egyértelműen Hashimoto tiroiditis. Egy igen jellegzetes, ha nem is túl gyakori mintázatát mutatom a Hashimotónak. Kötőszöveti sövényekkel szabdalt pajzsnyálmányt lehet látni a képeken, sokkal pregnánsabb a folyamatos felvételen ez a bizonyos lépes mészszerű szerkezet. Ehhoz szegény a pajzsny egészének az alapállománya, de a kifejezett kötőszöveti proliferáció miatt keresztbe kasú szabdalt. Nagyon fontos, hogy ez a kép gyakorlatilag kizárja a göb lehetőségét. Stévedésből ne minősítsük göbnek, ez egyből rá lehet mondani az ilyen szerkezetű pajzsmire, hogy Hashimoto tiroiditis van a betegnek. Két eset egymás mellett hasonló problémával. EHO-szegény alapállományban EHO-normál területet látunk, ez az esetek nagy részében a Hashimoto tiroiditis által még megkímélt egyetlen épp pajzsmirigy állomány. Miközben ez világít a szemünkben, hiszen ez egyetlen egy eltérő rész, aközben ez az egyetlen egy normális állomány. Legalábbis ennél a betegnél ez a helyzet. Hogy miért érdemes mégis citológiai vizsgálatot végezni belőle, azt majd a következő eset demonstrálja. Itt ehhoz szegény a pajzsmirigy, bal lebenyben nincsen kétségünk, a jobb lebeny, ahol ez az érdekes mintázat figyelhető meg, ami nem ritkán vezet fals göbdiagnózishoz. Az előző eset párjaként mutatom ezt. Hashimoto tiroiditisben papilláris karcinoma ehogazdag göbben. Ami megkülönbözteti az előző esettől, az kizárólag ennek a göbszerű résznek az elhelyezkedése nem a pajzsny állományon belül van, hanem azt dorzál felé kiboltosítja. Ez aligha lehet egy épp lebenyke. Tokkal övezett és ehogazdag, mind a két mintázat ellent mondan a papilláris ráknak. Az ehogazdag göb nagyon gyakori, nagyon ritka benne a rossznatúság, de ha van, az elsősorban Hashimoto tiroiditis mellett észlelt papilláris rák. Évek óta kezelt hipotiroidita beteg, akinél a jobb lebeny felvétele a Hashimoto tiroiditisre szokásos viszonyokat mutatja, mérsékelten EHO szegény inhomogén állománya. Bal lebenyben ugyanakkor egy hasonlóan mérsékelten EHO szegény göb különül el, főként a keringés mutatja, hogy ez egy valódi tokkal övezett göb. Bal oldalon fönt Hashimotóra jellemző rész, és ahogy haladunk lefelé a vizsgáló fejjel, előtűnik a göb. A probléma az, hogy ugyanolyan mérsékelten EHO szegény, mint a normál Hashimotóra jellemző állomány. Van némi szürkeségbeli különbség is, tokkal övezett, és harmadik jelként, mindjárt mutatjuk itt a folyamatos felvételen és a keringést, ami segít abban eldifferenciálni, hogy ez valójában egy göbszerű rész, itt a keringés eldönti. Ultrahangvezérelt szúrásnál hűltesejtes tumor igazolódott, a szövettani vizsgálat hűltesejtes adenómát igazolta Hashimoto mellett.